Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Pécs TV sportműsorát látják, és köszöntöm kedves vendégemet, akit azt hiszem nem kell bemutatnom, Mészöly Kálmán urat, a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga elnökét, ha jól mondtam. Hány órakor indultak el Mészöly úr reggel a vonattal? 3-7. Akkor ön nem láthatta reggel a Magyar Egyes Televíziónak a műsorát. Kérem, nézzük meg ezt a bejátszást együtt. Köszöntöm Kovács Attilát, az MRSZ elnökét. Eredeti szándékunk szerint Mészöly Kálmánnal közösen lett volna a vendégünk, de a liga elnökének, a hivatásos liga elnökének Pécsen van kötelezettsége, tehát bármikor készséggel a rendelkezésre. De ez most elmaradt, hogy a meghívás oka az volt, hogy önök a Magyar Televízió vasárnapi műsorában éles szóváltásba keveredtek, ezt tisztázni akartok, hogy végül is most félreértősről van ez szó, vagy hosszú távú elhidegülésről. Hogy áll most Mészöly Kálmánnak? Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat, amely a Kálmán belépését követően történik, már megint nem az az irányvonal, mint amiről korábbiakban beszéltünk, és amiről jelenlétemben a csapatokkal ő megállapodott. Én olyan folyamatokban nem tudok részt venni, amelyek ellen ez idáig is dolgoztam, hogy véget érjenek, ha ő most azokat kívánja folytatni, akkor én abban nem tudok partnerja lenni semmiféleképpen. Most nem biztos érti, mire gondolod, mi az, hogy olyan folyamat, meg mi az, hát hogy ezek folyamat? A folyamatok, ez egyértelmű, ami már folyik gyakorlatilag azóta, mióta a Labdarúgó Szövetség elnöke lettem. Van egy vitás kérdés, ami a jogvitát kell, hogy jelentse a televíziós közvetítéseket. A felperesek, akik a jogvitát kezdeményezték, úgy látom, hogy már úgy érezték, hogy le vannak gyengülve, és gondolták, hogy egy erőteljes, népszerű embert fognak most az ére rakni, és most az ő hátán keresztül próbálják meg mindazt, amit idáig is elvettek a labdarúgástól, most továbbra is elvenni. Tehát akkor meg van kihámozni, tehát úgy véli, hogy Mészöly Kálmán úgymond Bodnár György embere és egy előretolt bástya? Hogy a hivatalos labdarúgó liga elnökeként, hogy egyértelmű, hogy a Sport TV Kft. Meg a szaknévsor engedélyeivel rendelkezik, és azoknak az útján próbál egyezkedni, hogy most egy évig a liga rendelkezik ezekkel a jogokkal, és hogy csak 300-ot kell adni ebbe az évbe a futballduónak. Én nem tudok ezzel azonosulni egyáltalában. Nem azért kezdtük el azt a munkát, amit elkezdtünk, hogy most azért, mert a Mészöly Kálmán kerül a liga élére, hogy akkor azt mondjuk, hogy igen, igazatok van, ez mindenféleképpen azért a gazdasági társaság, és továbbra is nyugodtan vigyék ki a magyar labdarúgásból a pénzt. Most kár, hogy nincs itt Kálmán, de mondjuk a véleménye már ismert, tehát ő nem az egyetlen járható utat választotta, nevezetesen, hogy amíg nincs bírósági döntés, a egymással perben álló felektől egyaránt megkapja a felhatalmazást, mert különben, ha az egyik vagy a mellé és másik mellé áll, akkor nem fogadják a tévék, hiszen a televíziótársaságok már félnek, hogy netán idézőjelben bűnt követnek el, vagy törvénysértést, emiatt mindkét engedély birtokában Kálmán a labdarúgás javára cselekedne. El tudom képzelni azt, hogy valaki egy középúton próbáljon meg segíteni a labdarúgásnak. De függetleníti magát a peres felettől. Nem, ezt így azért nem lehetne mondani, és hogyha olyan engedélyei vannak, amelyeknek az alapján ki kell jelenteni valakitnek, hogy elismerjük, hogy a jog a futballduójé, de erre az évre mi megkapjuk és használjuk. Ez azt jelenti, hogy ismételten hátulról próbálkoznak azzal, amivel idáig nem értek el sikereket. Tehát mindenféleképpen megpróbálnak úgy befolyásolni dolgokat, hogy később azzal tudjanak élni a bírósági perbe. Tehát ön azt mondja, hogy Kálmánnak olyan papírja van, amelyben az áll, hogy bár a jog az övé, mármint a futball duóé, ezért ideülegesen a liga javára átadja ezt a jogot. Pontosan. Míg nem az MLS is adhatna egy olyan papírt, hogy bár az enyém a jog, én is ideülegesen átadom, azért, és hát már mehet a meccs. Én azért úgy gondolom, hogy azért ennek nem így kell, hogy történjen. A felperesnek nagyon jó ügyvédei vannak, nagyon jól tudják, hogyha egy peren kívüli megállapodást kívánunk megtenni, vagy kívánnak megtenni, annak megvannak a megfelelő jogi formái, amelyek nem fogják befolyásolni a bírósági per úgymond kimenetelét, másrészt pedig egy tiszta utat tudnak nyújtani. Ugyanilyen megállapodásunk volt, amikor a hotel stadionban összeültünk és megállapodtunk mindannyian, mégis fel lett rúgva után. Én nekem is olyan érzésem van, hogy csak addig a pontig
csinálnak dolgokat, ameddig nem az ő érdekükre fog eldőlni, hogyha valami más, tisztább érdekek kerülnek nyilvánosságra, abban a percben itt megint hátravonuló lesz fújva, és ismételten más dallamokat fognak játszani, amit én több hangszeren lehet játszani, elfogadom, csak én egyetlen egy hangszert ismerek jelen pillanatban, a labdarúgás érdekét. Hát figyeltem itt az arcát, hát most ki milyen hangszeren játszik végül is, és egy kicsit talán arra térnénk rá, én figyelem ezt az ügyet, hogy én remélem, hogy önök értik, hogy miről van szó, mert a közember az egyre inkább nem tudja követni, én azt gondolom. Hát ez az, én is meglepődtem, amit az elnök úr szájából hallottam. Én október 1-e óta vagyok a Hivatalos Labdarúgó Liga elnöke, és nem azért kértek fel, hogy én a Bodnár urat, vagy bármilyen fajta olyan nézeteket tegyek magamével, amivel nem értek egyet. Én nagyon nagy megtisztelésnek vettem, hogy a Hivatalos Labdarúgó Liga fölkért elnökének, és mivel szabad voltam, természetesen fölvállaltam, elvállaltam a magyar labdarúgás érdekébe. Nagyszerűen indultak az első tárgyalások, hisz azonnal bejelentkeztem az elnök úrhoz, tájékoztattam, hogy miről van szó, és elsősorban nagyon sok probléma van a magyar labdarúgás, természetesen, de az elsődleges szempontok közé tartozott, hogy amit szerettem volna megvalósítani közösen, hogy a nézők ne legyenek már kirekesztve, tehát a televíziós közvetítéseket illetően, ha lehet, ne zárják be a pályákat, és üres stadionban legyenek mérkőzések, büntessék meg akármilyen anyagi dolgokra a klubokat, de a közönségtől ne vegyék el ezt a lehetőséget, és azt se vegyék el, amíg ők ketten vitatkoznak, vagy pereskednek. Addig a televízió jó voltából ne tudjanak mérkőzéseket nézni. Az elnök úr felhatalmazott, közben mutattam egy olyan part a papírt, amivel felhatalmazott a Duo Kft., ugye, hogy eljárhatok a mérkőzések lekötése ügyébe, amíg folyik a tárgyalás és megy a pereskedés, addig ne legyen mérkőzés nélkül a televízió. Erről kaptam egyik oldalról egy meghatalmazást, és az elnök úr felhatalmazott, hogy ő neki van egy ilyen joga, ő, hogy lehessen látni, hogy mennyire nyitott az ügye kapcsolatosan, felhatalmaz engem, hogy én is járjak el ebbe a tekintetbe. Bocsásson, meg írásban kapta a felhatalmazást? Ez a probléma, és le is nyilatkozta a sajtóba. Sőt, van egy olyan anyagom, amit valószínűleg holnap be fogok vinni, ahol magnóra van följevéve, amire az elnök úr mondja, hogy igen, az elnök urat, Mésző Kálmánt, a Hivatalos Liga felhatalmazom, hogy járjon tárgyalni. Most ez a tárgyalás nem azt jelenti, hogy én akarok szerződést kötni, hanem elmentem a kapcsolataim révén, az összeköztetéseim révén, meghallgattak, és most már jelen pillanatban azzal rendelkeznék, hogy három televíziós társaság is lenne, aki közvetítene, akár három mérkőzés a hétvégén, ami anyagi javakat hozna a ligának, és ezt a liga kapná meg ezt az összeget. Sőt, odáig is elmegyek, és nem értem az elnök úrnak a nyilatkozatát, hogy abban is megalapodtunk, hogy ebből az összegből, amit a televízió fizetnek, 3%-ot kap a Bodnár úr, 17-et a Magyar Labdarúgó Szövetség, és ez a 20% félre van téve, amíg nincs döntés, hogy ki nyerte meg a pert. Ha ez februárban, márciusban, vagy uram, bocsánat, júniusban, akkor aki megnyerte azt a letétbezett pénzt, fölveheti, mert az ő neki ildomos. Na most, ami a legnagyobb probléma, hogy az elnök úr szóba mindenbe megállapodott velem, csak amikor fordultam, hogy küldj el a papírt, mert bármennyi sérmők a mészőkám és ismernek is tudják, de ha nincs ez a fajta meghatalmazásom, nem tudok tárgyalni. Tehát nem értem ezt a mellébeszélést, és meg vagyok döbbenve, hogy egy komoly ember, aki 8. hónapja az MLS élén áll, és velem ellenkező dolgokkal állapodik meg, újságírók, sajtó előtt minden, az egy ilyen beszélgetésnél teljesen indiferens dolgokat mond. Mésző úr, nekem az az érzésem, hogy annyi liga van már, amatőr liga, professzionális liga, hivatásos liga, ilyen bizottság, olyan bizottság. Mik az érdekek? Szóval az ember arra gondol, hogy itt van egy szekér, ahol be vannak fogva a lovak, elnézést a hasonlatért, és más irányba indul ez a szekér, vagy nem indul sehova. Hát nagyon jól látja a következő. Ami nekem az alap elgondolásom ezzel kapcsolatosan, és ezt elmondtam, mert volt egy másik értéket, meghívtuk az összes 18 professzionalista bajnokságban résztvevő klubok vezetőit, ahol úgy fogalmaztam meg, hogy félre kéne tenni itt ezek az ellentmondásos dolgokat, félre kéne tenni a haragszomrádot, félre kéne tenni, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza. Én egy teljesen új emberként léptem be ebbe a Hivatalos Labdarúgó Liga elnöki pozíciójába, és az lenne a feladatom, és azt szeretném megoldani, hogy egy szervezet legyen. Ez bejegyzett
liga, a hivatásos labdarúgó liga. Ebbe kéne, hogy bele tömörüljön az egész, az összes 18 professzionális klub, át kell dolgozni az alapszabályokat, át kell nézni, hogy miket kell módosítani, és felejtsék el ezt a haragszomlát. Ez sehol a világon nincs, hogy ennyi fajta, amit ön is mondott, bizottság meg liga. Bizottságokat még azt megértem. De liga, nem lehet a hivatásos labdariga liga mellett egy professzionális liga, mert annak az angol neve ugyanaz, amit magyarra le van fordítva. Tehát ez egy tévedés. Az természetes, és az elnök úr ebbe is megerősített, hogy nagyon szeretné legyen egy erős liga, aki intézné a bajnokság rendezését, szabály lennek, törvényei lennének lefektetve, hogy mindenkinek el kéne fogadni, és lenne egy amatőr liga természetszerűleg is. Van az MLS, aki az UEFA-val és a FIFA-val tartja azt a kapcsolatot, ami tulajdonképpen az új funkciója. Ebben megállapodtunk, ebben megegyeztünk. Nem jött még össze az a fajta tárgyalás, az a fajta beszélgetés, amikor is ezt parafálni kéne, mert ez azt jelenteni, hogy valóban mindenki, ahogy az elnök úr mondja, a magyar labdarúgásért akar valamit tenni. És félre kell tenni ezt az áskálást, ezt a veszekedést, ezt a marakodást, mint a gyerekek. 8 hónapja nem tudnak megegyezni. Hát ez vicc, hát ez ha én nem lennék Mésző Kálmán, aki a futballban nőttem föl, a számomra is egy borzadály lenne, ha csak néző lennék, hogy két ember vitatkozik, és nem tudom hány millióan szenvednek emiatt, nem látnak mérkőzés és egyebek. Tehát én a labdarúgásért vállaltam fel ezt a funkciót, és merem remélni, meg fogom tudni küzdeni azt a harcot, amit elkezdtem. A labdarúgásért folytatott harc, amit ön folytat, az egyértelmű, gondolom. Nekem azonban hiányzik Mésző Kálmán az edző. Nem akarok utalni egy ominózus filmre, és elnézést nem sérteni akarom, de valójában akkor nagyon sok ostort kapott. Emiatt, tehát sokan kritizálták a fellépését, de én nekem az a fajta Mésző Kálmán hiányzik, és azt hiszem, hogy azok, akik a labdarúgásért aggódtak, azoknak hiányzik egy Mésző Kálmán, aki ott van a pálya szélén. Nem visszalépése ez esetleg, ez az adminisztrációs feladat? Nézze, ugye 96-ban lettem leváltva, mint szövetségi kapitány, akkor nem tevékenykedtem itthon, aztán Cipruson dolgoztam egy évig, most ez év májusában jöttem haza. Volt kisebb lehetőségek, felkérés vidéki csapatokhoz. Nem éreztem, hogy nekem most itt le kéne ülni valamelyik csapatnak a kispadjára. Budapesti viszonylatban egy csapatnál merült föl, de aztán az nem jött össze. Nem változtattak a végén, amit szívesen elvállaltam volna. Különösebb más felkérésem nem volt, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon hiányzik más a kispad. De azt hiszem, hogy ebbe a titulusba, amit most felkértek, de egyáltalán, amit a magyar labdarúgásért tudok tenni, akkor az legalább olyan fontos és olyan feladat, amivel segíteni tudom a magyar labdarúgást, függetlenül attól, hogy nem a kispadon ülök, és nem a kispadon esetleg káromkodok, vagy szidom, vagy hajtom a játékosokat. Azt hiszem, hogy a rutinom, a tapasztalatomat azért ebbe a minőségbe is tudják használni, tudom hasznosítani, és ezt szeretném tenni, amennyiben, hát erre módom is lehetőségem lesz, de ilyen falakban, amiben most ütközök, edzőként nem ütköztem, esküszöm magának. Ma itt egy futóverseny ürügyén van vendégünk Pécsvárosának. Mi a program, és egyáltalán van-e információja most pécsi futballról, tehát az utánpótlás képzésre, az, hogy a csapat hogyan szerepel, hát nem túlságosan örömteljen, ezt hadd mondjam el. Igen, hát az elmúlt órában a polgármester, az újonnan megválasztott polgármester úrnál voltam, és aki régi szerelmese a futballnak, és gondolom most, mint főpolgármester, ugye itt Pécset, még jobban fogja támogatni, segíteni, mert egy nagyon fiatal csapatról tudok. Pécset, ugye én még az idő él bennem, amikor még a Csupákék, a Kocsis, Ernő, Danka, és hagyd nem mondjam, a neveket Dunai, két Dunai, és nagyon nagyszerű csapat volt itt Pécset, most egy kicsit meghátrált, most már elég régóta ugye hánykolódnak jobbra-balra. Az bizakodó, hogy nagyon-nagyon fiatal társaság van, az is bizakodó, hogy fogják segíteni, fogják támogatni, és nem elvtelenül. A másik pedig, ami örömteli számomra, függetlenül labdarúgással foglalkozó ember vagyok, hogy negyedik olyan hely Magyarországon, vidéken, ahol ellátogattam a Rukarról lévén, ahol mezei futóversenyek vannak, és mindenki meglepődik, hogy mit keresít egy futballal foglalkozó szakember. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy ma, de mindenkor a futás az alapja a futballnak, ami ma mind kevesebb sajnos a bajnoki mérkőzéseken. És borzasztó örömet tapasztaltam, ahol eddig voltam, és remélem itt Pécset is, hogy olyan fiatalokat fogok látni, akik szeretnek futni, és ha megvan ez a szeretet a futásba, és olyan eredményeket tudnak, akkor be van dobva egy labda, akkor még nagyobb elánnal fognak arra a sportágra odafigyelni, és talán egy pár év múlva egy nagyon jó futó pécsi csapatot fogunk látni, emellett a mostani fiatal alakulóban lévő csapatnál.
Másik pedig, hogy örömmel megyek mindenfajta olyan sporteseményre, ahol egyáltalán meghívnak, és egy kicsit messze is van, meg korán kellett kelni, meg vonattal jöttünk, ugye féltünk a kötő, stb. Hogy egy olyan élménye fogok megint gazdagodni, ami hitet és erőt ad nekem ahhoz, hogy ilyenfajta nem veszekedések, de ilyenfajta vitákat is az ember le tudjon küzdeni. Egyébként, mint profi liga elnöke tud segíteni az utánpótlás képzésben? Valami? Hát nézze, itt a polgármester úrnál beszéltünk arról is, hogy a dr. Mezei Györgynek van egy nagyszerű képzése, edzőképzése, ami elsődlegesen a fiatalokkal foglalkozik, edzőkre vonatkozik. Ott is mindig egy kötözködés és keresztbetevés van. Tehát ezeket nem értem. Szóval ez én, aki benne vagyok fiatal gyerekkorom óta, nem értem ezek az ellenpólusokat, hogy miért van, meg miért ez a féltékenység, mert ő csinálta, hogy ő találta ki. Ez nekem magas ilyen tekintetben. És azt is tudom, hogy nagyon sok olyan kollégám van, aki itt az egyetemen végezte el, testnevelés és tagozatos ugye fakultusra járt, és nagyon sokan itt szerezték meg a testnevelési diplomájukat. Na most itt adva volna az egyetemenek különböző dolgokat az oktatásra és a modern, korszerű ifjúság és a legkisebb korú játékosokkal foglalkozó edzők képzésére, és a polgármester úrnak köszönhetően ebbe is talán tudtunk valami felé olyan irányvonalat megalakítani, hogy a jövőt illetően a képzését lehetne folytatni Baranya megyébe, és az azt hozná, hogy fiatal, tehetséges edzők jönnek ki, akiknek a legmodernebb, legkorszerűbb edzésanyagokat és az edzés tananyagot tudnának leadni. Hát úgy legyen, köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Nézőknek köszönöm a figyelmét, és nézzenek bennünket. A Pécs TV-n ma is lesz még sportműsor. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!